Egyre népszerűbb megtakarítási forma a babakötvény, rengeteg ugyanakkor a félreértés körülötte, sokan nincsenek tisztában a pontos használatával és korlátaival. A cél, hogy most ezeket is tisztázzuk Borbély László Andrással, a Magyar Államkincstár pénzforgalmi elnök helyettesével. Őt köszöntöm most a telefon túlsó végén. Jó napot kívánok, itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, itt vagyok, várom a kérdéseket. No hát akkor tegyük egy kicsikét tisztába, hogy babakötvény, miről is szól a fáma. Ha jól tudom, van egy életkezdési támogatás, amit ad az állam, de ez nem azonos a babakötvénnyel. Nem azonos a babakötvénnyel az életkezdési támogatás, de az elindításához adta lényegében az állam. Tehát az életkezdési támogatás alapvető célja az, hogy egy megtakarítást kezdjen el a gyermek számára, megtakarítási összeget helyezzen el. Ahhoz, hogy ez baba kötvényé váljon, arra van szükség, hogy bejöjjön a szülő, vagy nagyszülő, vagy bárki hozzátartozó a Magyar Államkincstár valamelyik irodájába, és ott megnyissa a gyermek számára a startszámlát, és így baba kötvényé változtatját automatikusan az állam által adott 42.500 forintos életkezdési támogatást. Hogyha még befizet hozzá, akkor az állam 10% kiegészítést is ad a befizetéshez, maximum 60.000 forint erejéig, tehát 6.000 forintos felső korlátig. Tehát, hogyha valaki havonta 5.000 forintot befizet, és így 60.000 forintot éves szinten befizetett a gyermek részére, akkor az állam még 6.000 forinttal évente, minden évben kiegészíti. Még egyetlen kérdés az életkezdési támogatással kapcsolatban, hogyha egyáltalán nem nyúlunk ehhez hozzá, és megszületett a gyerekünk, akkor hogyha betöltötte a 18. életévét, akkor felveheti ezt a pénzösszeget a gyerek? Felveheti, de ebben az esetben csak az inflációval korrigálódik az összeg. Tehát a 42.500 az körülbelül egy ilyen 75.000 forintos nagyságot ér el. Ha viszont baba kötvénybe beteszik, akkor ez várhatóan körülbelül 130, ha nem csinálnak semmi más, nem fizetnek hozzá, akkor is 130.000 forintra változik, emelkedik az összeg. Mégpedig azért, mert a baba kötvény az egy olyan állampapír, ami a megelőző naptári év inflációja, fogyasztói árindexe hivatalos nevén ezen alapul, és ehhez 3% kamatprémiumot ad. Tehát például jelenleg a legtöbb sorozat esetében 5,8% a kamat, az éves kamat. Ez minden évben változik attól függően, hogy az infláció fogyasztói árindex megelőző naptár évben hogyan alakult. Ha jól tudom, önök küldenek is a gyerek születése után egy papírt, egy értesítést, és figyelmeztetik a szülőket, illetve felhívják a figyelmüket arra, hogy jelentkezzenek be. Természetesen a Magyar Államkincstárnak az kötelessége, hogy a gyermekek számára az adószámot kiküldje, és ezt az adószám értesítőt szokta felhasználni a kincstár arra, hogy egyúttal tájékoztassa az életkezdési támogatásról és az egyéb lehetőségekre a szülőket, így a babakötvényvásárlásról is. Mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, és hogyha jól tudom, akkor vannak megyei adatok is. Természetesen az országosokra is kíváncsi vagyok. Összesen a Magyar Államkincstárban 186.064 számlát nyitottak meg eddig. Ez sajnos töredéke annak, ahányan megnyithatnák. Tehát azt szeretnénk, hogy sokkal több gondoskodó szülő legyen, jobban odafigyeljenek a gyerekek jövőjére. A megyében egyébként az elmúlt év végén 7.840 babakötvényszámla volt, és ez 8515-re emelkedett itt május végéig, tehát ez évben nagyon szép növekedése van. Hogyha ez a tendencia marad, akkor az előző évekhez képest sokkal több számla nyílik meg, és sokkal nagyobb babakötvényállomány fog kiépülni a megyében. Ez azért jó, mert amikor 18 éves lesz a fiatalember, már nem gyermek, hanem fiatalember, akkor szabadon felhasználhatja a startszámlán egyébként kamatadómentesen felhalmozódott és az állam által is támogatott magas kamatú megtakarítását. Egyébként mi a tapasztalat, hogy a szülők havonta átlagosan mennyi pénzt utalnak erre a számlára? Hát az átlagos állománya ennek olyan körülbelül 600.000 forint, tehát ez változó a
életkortól függően, tehát mondhatom, hogy inkább ilyen néhány ezer, néhány tízezer forint a tipikus befizetés. Érdekes módon akkor szokott megemelkedni, amikor már viszonylag kevés idő van a hátra a 18. életévig, mert a szülők az elején meg úgy gondolják, hogy a 18 év az nagyon hosszú idő, mert a babakötvénynek ebből a szempontból egy hátránya van, hogy a gyermek nevére van a számla megnyitva, és a gyermek, amikor nagykorú lesz, csak akkor veheti föl ezt a pénzt. Tehát menet közben nem lehet hozzányúlni. És akkor átlagosan 600 ezer forint az a pénzösszeg, amit 18 éves korában fel tud venni, ha mondjuk 5000 forintosával fizeti be a szülő? Nem, ezt inkább úgy mondanám, hogy jelenleg 600 ezer forint az átlagos állomány. Ebbe beleértjük azt, aki, ahol a gyerek még most született meg, és most nyitották meg a számlát, de ott, ahol már ugye már mondjuk 10 éve fizetik, ott ez az állomány, ez akkor már több millió forint is lehet. Említette, hát hogy emelkedett. Így, ahogy szépen, bocsásson meg, így, hogy szépen évente felépül az állomány, úgy gyarapszik. Említette, hogy emelkedett megyénkben ugye az igénylők száma. Ön szerint minek köszönhető? Hát egyrészt a nagyon erős a reklám hatása, tehát hogyha erős marketing van, akkor mindig a szülőknek eszébe jut ez a lehetőség, és megindul a dolog, ez egy általános hatás. A 2019-es hatás még külön ehhez az, hogy ez évben megugrott más megtakarításokhoz képest, legalábbis eddig más megtakarításokhoz képest erősen megugrott a kamat. Tehát a babakötvény kamat az 5,8% az ugye egy nagyon magas, nagyon kedvező befektetési forma, és ez jobban fölhívta a szülők figyelmét erre a lehetőségre, hogy a gyermekeiknek meg tudnak takarítani, félre tudnak tenni. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.